A munkavállalókat képviselő szakszervezetek hosszas tárgyalás sorozat után egy hónapos csúszással megállapodtak a minimálbér és a garantált bérminimum évelei emeléséről. Február 1-től ennek következtében növekedni fognak a minimálbérhez kötött állami támogatási összegek is. A gyednek a maximális összege 2021-ben 234.360 forint. Ugye a gyedet úgy érdemes számolni, hogy alapvetően a szülő korábbi jövedelmének a 70%-a, viszont a maximális összeg a minimálbérhez igazodik, ami a minimálbér kétszeresének a 70%-át jelenti, és ugye ez az összeg lesz februártól havi bruttó 234.360 forint. Emellett a diplomás gyednek az összege fog változni. Alapképzésben résztvevő hallgatóknál lesz 117.180 forint, azoknak pedig, akik mesterképzésben tanulnak, 153.300 forintra fog emelkedni, visszamenőlegesen 2021. január 1-től az igénybe vehető támogatás. A tartósan beteg gyermeküket otthonápolók számára vezették be 2019-ben a gyodot, amely a gyermek életkorától függetlenül folyósítható. A gyod összege 2021-ben a minimálbér 88%-ára, vagyis 147.312 forintra emelkedik. A családtámogatásoknak az emelkedése, vagy az összegek emelkedése közvetlenül nem befolyásolja a hiteligénylést, mivel a hitelintézeteknél általában ezeket a típusú jövedelmeket másodlagos jövedelemként szokták beszámítani, ami azt jelenti, hogy akkor tudják figyelembe venni, hogy emellé az igénylő még tud igazolni egy elsődleges jövedelmet, ami lehet munkabér vagy vállalkozói jövedelem, vagy akár nyugdíj, és ezekkel az úgynevezett kiegészítő jövedelmekkel tudják esetleg az igazolt jövedelmet növelni. Ebből a szempontból előnyt jelenthet, de önmagában akkora előny nem származik a támogatási összegeknek az emelkedéséből hiteligénylésnél. Növekszik az első sikeres nyelvvizsga megszerzéséhez nyújtott állami támogatás összege is. 2021-ben 41.850 forintot igényelhetnek majd vissza azok a 35 év alatt fiatalok, akik sikeresen letették az első középfokú vagy felsőfokú komplex nyelvvizsgájukat. A február 1-ét követő megemelt állami támogatások összegére kérelem nélkül automatikusan jogosultá válnak az érintettek. Adatokban vagy jogosultságban bekövetkezett változások esetén azonban az államkincstárhoz kell fordulni.